Első alkalommal rendeztek a Fekete Kontinensen nemzetközi kempó versenyt, amelyre világbajnoki színvédőként meghívást kapott a magyar válogatott is. Két év múlva a tunéziai Hammamet lesz a világbajnokság házigazdája, így amolyan felvezető rendezvény volt a hat ország legjobbjait felvonultató viadal. A magyarok 11 arany, 12 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. A négy tagú újfehértói különítmény 8 medállal vette ki részét az éremesőből. Ez történelmi esemény volt a Magyar Kempó Szövetség naptárában, ugyanis először rendezett Afrika nemzetközi kempó bajnokságot, és Magyarországról 13 harcos került kiválogatva erre a versenyre, ebből 4 újfehértói harcos került be a válogatottba, és nagyon szépen szerepeltek az újfehértói kempósok, ugyanis 4 aranyérem, 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a nemzetközi kempó bajnokságon. A két aranyat szerző Pásztor Ádám szerint mind a 4 újfehértói versenyző kitett magáért Tunéziában. Hatalmas élmény volt, és tényleg csodálatos helyen voltunk. Képzett ellenfelekkel kerültünk szembe, algírok, tunéziaiak, franciák, portugálok voltak. Örülök, hogy sikerült kijutnom, mert remek küzdelmekben lehetett részem nekem is, meg a többi csapattársamnak is, tanítványaimnak is. Büszke vagyok a magyar csapatra is, és az újfehértőjekre különösen, mert remekül teljesítettünk. Én 2 aranyt hoztam, semi-contact és full-contact versenyszámban, csak küzdelmi versenyszámok voltak most. Tibike is hozott 2 aranyt, a srácok meg 3 ezüstöt, meg 1 bronzérmet hoztak, Fazekas Marci, meg Kristóna Zsabika, nagyon ügyesek voltak. Újfehértó polgármester elmondta, büszke arra, hogy a kempúsok az afrikai kontinensre is elvitték a város hírét. Nagyon nagy lépés, de nem csak a kempó sport történetében, hanem az újfehértó város történetében is, hiszen azért nagyon kevés olyan alkalom van, amikor az Afrika kontinensen egy település megjelenhet a település zászlaja, a települést képviselhetik. Én személy szerint is rendkívül büszke vagyok, de én úgy gondolom, hogy minden újfehértői rendkívül büszke a fiúknak a teljesítményére, hiszen azt is mondhatjuk, hogy a város számára világtörténelmet írtak, hiszen ez a fajta verseny még Afrikában nem került megrendezésre, és 4 versenyzőnk 8 éremmel, én úgy gondolom, hogy azért ez egy tisztes teljesítmény. Az újfehértói kempúsok nem sokat pihenhetnek, mivel szombaton a városban rendezik meg a 4. Izsó Mihály emlékversenyt. Október végén Bukarestben, az Európa-bajnokságon, novemberben pedig Miami-ban egy világkupa versenyen léphetnek majd küzdőtére Pásztor Ádámék.